Kedden a kánikulára való tekintettel már reggel 9-kor pályán voltak a kisvárdai játékosok. Mire vége lett a tréningnek, igazi nyaralóidő csábította volna a közeli strandra a futballistákat, akikre azonban még várt egy kora esti gyakorlás. A legutóbbi keretből hiányzott Sassa, Kornel Lene, Fernando Viana, Mihály Minka és Kovács Réti Márk. A tavasszal kölcsönben lévő Ötvös Bence most már véglegesen a Várda játékosa, új szerzeménynek pedig az Észak-Macedón, az albán FK Partizániból érkező Yasir Asani, a legutóbb Újpesten védő német Márk és az Ajkától szerződtetett Nagy Mihály Krisztián számít. És új a vezetőedző is, a kedden a 40. születésnapját ünneplő João Janeiro-nak eddig pozitívak a tapasztalatai. Úgy gondolom, hogy a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy már együtt játszanak jó ideje, és nagyon jól ismerik egymást. Kifejezetten elégedett vagyok a csapatnak a hozzáállásával, illetve nagyon tetszik, ahogy a srácok dolgoznak az edzésen, és ahhoz mindenképpen még egy kis idő kell, és azt megvárom, amíg azt a filozófiát át tudják venni, amit én hozok ide Kisvárdára. A 29 éves Nagy Mihály Krisztián az előző szezonban 17 gólt lőtt az Ajka színeiben, amivel holtversenyben a második helyen végzett az NB2 gólövő listáján. Perc is se gondolkoztam, hiszen ugye első osztályról van szó. Nagyon örültem a megkeresésnek, már télen is volt róla szó, de akkor sajnos nem jött össze a kontakt, de örülök, hogy itt lehetek. Gosztonyi András egy Achillesin szakadást követően hosszú kihagyás után tért vissza az első csapatba, sőt gólt is szerzett a Kazincbarcika elleni 3-1-es kisvárdai győzelemmel záruló edzőmeccsen. Elég hosszú volt, mind mentálisan, mind fizikálisan eléggé igénybe vette az embert. Szerencsére sikerült belőle visszatérnem, és ahogy mondtad, ahogy említetted az előbb is, hogy sikerült gólt szereznem, aminek nagyon örültem, meg nyilván annak, hogy elsősorban a csapat nyert. A tavalyi sikeres idény után a csapat kapusa Dombó Dávid ismét a mezőny első felébe várja a Kisvárdát. Az első párforduló azért meg fogja azt mutatni, hogy ki milyen erőt képvisel ebben a mostani bajnokságban. Biztos, hogy mindegyik csapat szeretné megmutatni azt, hogy idén nem a kiesés ellen szeretne harcolni, hanem mindenki szeretne ugye a tabella első felébe végezni. Ez nyilván nem lesz egyszerű, hiszen azért jó csapatok alkotják ebbe az évbe is az NB1-es bajnokságot, úgyhogy nyilván nem szabad az elején se beludni, meg igazából az egész bajnokságban úgy kell teljesítenünk, hogy a tabella első felében legyünk. A Kisvárda szerdán Békés Csabán, majd szombaton Diósgyőrben lép pályára. Július 6-ától 10 napon keresztül az ausztriai Jennes Zordban edzőtáborozik a csapat, ahol 3 felkészülési meccset játszik. Július 24-én a Győr ellen tartja a főpróbát a Várda, a bajnoki rajton pedig egy héttel később a Ferencváros otthonában lép pályára João Janeiro együttese.